tisztelettel és nagyon nagy örömmel köszöntök mindenkit magam, illetőleg képviselőtestületünk nevében itt 2019. januárjában. Én úgy értékelem magamban az elmúlt évet, és úgy gondolom, hogy a vállalkozók meg fognak ebben erősíteni, hogy egy nagyon erős, gazdaságilag nagyon erős éven vagyunk túl, ami én úgy gondolom, hogy minden oldalról jót kell, hogy tegyen településünknek, hiszen rengeteg beszélgetésen vagyok mostanában túl, amikor úgy kérdeztem vállalkozókat helyi projektek megvalósításán, és mindenki azt mondja, hogy eddig vagyok már, és jövő ilyenkor rég tele vagyok munkával. Én ennek valahol örülök. Valahol baj, mert nem győz az ember kapkodni, hogy honnan találnánk kivitelezőket, hiszen az önkormányzat is rengeteg pályázatot nyert meg, hála Jóistennek, aminek a megvalósítása folyamatban van. Én bízom ettől függetlenül benne, hogy ez a tendencia hosszú távon is működni fog, és vállalkozásaink helyben gyarapodnak, gazdaságilag erősödnek, minél több munkavállalót tudnak alkalmazni, hiszen az önkormányzatnak ez a jó, a településnek ez a jó, ez adja meg azt az erőt, amivel elmondhatjuk magunkról tényleg, hogy mi most már Békés megye legerősebb nyugati kapuja vagyunk, és elmondhatjuk azt, hogy olyan paramétereket tudunk felmutatni, amelyekre azért a megye települései nagyon sok oldalról irigyek. Akár gazdaságilag, akár turisztikailag, akár összességében. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy ennek egyik támasz a civil szervezeteink, a másik támasz a gazdaságilag pedig a vállalkozásaink. Minden évben, így januárban összejövünk, hiszen egy az, hogy új év, másik meg talán ilyenkor a legkönnyebb egy pár percre megszólítani a vállalkozókat, hogy egy picit érjünk rá megállni, szusszanni egyet. És én szeretném a köszönetemet, testületünk köszönetét, illetőleg a település köszönetét kifejezni a munkátokért, az önök munkájáért, azért a rengeteg befizetett adóért, rengeteg megvalósított pályázatért, ami ezen a településen az elmúlt évben végbe ment. Illetőleg kívánok nagyon jó erőt és egészséget mindenkinek ahhoz, hogy a 19-es esztendő ezt még fölül tudja múlni, és ez a tendencia ez hasonlóképpen működjön a továbbiakban is. Azt hiszem, hogyha egy gazdaságilag is stabil, erős települést szeretnénk a magunk évre tudni, akkor szükség van rá, hogy jó erős vállalkozások vállán álljon ez az egész történet. Én erre emelném a poharam és a vállalkozásokra, és kívánnék nagyon boldog új évet mindenkinek, egészségesen!